gazdasági lehetőségeket, beruházásokat, új munkahelyek megteremtését és technológiai fejlődést is jelenthet Vajdaság számára az olyan régiókkal való szoros együttműködés, mint amilyen Baden-Württemberg. Hosszú évek erőfeszítése eredményeképpen úgy tűnik, hogy a külföld érdeklődése Szerbia irányába, illetve Vajdaság irányába erősödik. Ezt látjuk jóformán minden nap, különböző régiók megjelenésével, szándékaikkal, hogy fölvegyék velünk a kapcsolatot, illetve hogy azokat fejleszik. De ezeken a régiós kapcsolatokon belül különösen fontos azokkal az erős régiókkal való tradicionális együttműködésnek a fejlesztése, mint amilyen például Baden-Württemberg. Baden-Württemberg polgárai hozzá szeretnének járulni a Duna mentén történő változásokhoz. In diesem Sinne wollen wir unsere Freundschaft mit der Vojvodina vertiefen und damit den Beitrittsprozess Serbiens und der starken autonomen Provinz Vojvodina hin zu einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union unterstützen. Ihr Anliegen, Mitglied der Europäischen Union zu werden, ist auch unser Anliegen in Baden-Württemberg. Idén júniusban a Vajdasági Parlament mezőgazdasági bizottságát látja majd vendégül Baden-Württemberg. Vajdaság az Ulmban tartandó nemzetközi Duna Fesztiválon is képviselteti majd magát, emellett pedig az idei év folyamán várhatóan Winfried Kretschmann, a németországi tartomány miniszterelnöke, valamint Muterem Arász, Baden-Württemberg parlamentjének elnöke is ellátogat majd Újvidékre.